Hát akkor kedves közönségünkkel érkeztünk az estének a harmadik részéhez, és mindenek előtt én bemutatkozom Nészán is megtaláltam, és hadd mutassam be a mai beszélgető partnereinket, elsősorban Korda Tamás, másodsorban Szőlősi Balázs, harmadsorban, még ezt úgy is ér, Borbát, Péter, akik a könyvnek a szerkesztőik, és hát örömmel mutatom be önöknek a Korda Tamásnak egy híd térfogatáról. Erről beszélgetni itt van. És nem is tudom, hogy hol kell, leülök én is. Hát, hogy igyekszem azért egy emberi időn belül beszélni, mondjuk egy 40 perc, az így elég valószínűleg. És hogy rögtön így az elején kössük a beszélgetést az előző beszélgetéshez, hogy hogyan zajlott nálatok ez a szerkesztési folyamat, mert ugye nagyjából itt hagytuk abba. Hát, hogy a Peti arról beszélt, hogy ti elég sokat foglalkoztak a szöveggel, vagy ez egy ilyen komoly munka volt, hogy beszéljetek erről nekünk, hogy milyen benyomásaitok voltak így a szerkesztés során. Jobb lett a kötet, mint az elején volt, vagy rontottatok rajta? Én is mindenkit szeretettel köszöntök. Remélem majd kintről is bejönnek az emberek. És majd még azért szerintem, mert a klipre is térünk vissza. A szerkesztési folyamat, hogy a Korda Tamás ami szintén a beszélgetésben elhangzott, volt egy alkotói pályázatunk a FISZ-szel, ő erre adta be az egyébként most ebben a kötetben található kompozícióhoz eléggé hasonló kötettervét, és ezzel nyerte meg a vers kategóriában a pályázatot. Innen tudtunk elindulni, így ezzel pályáztunk a kötetet támogató NK-hoz. Maga a szerkesztési folyamat az Tamással nagyon egyszerű volt, már ebben a két évben rövid sorozat szerkesztői pályafutásunk alatt is találkoztunk nála sokkal nehezebb esetekkel. Szerintem sokat rontottunk a köteten, de egyébként Tamás is rontott rajta, mert van egy olyan ciklus, ami nincs benne, ami benne volt eredetileg, amit kiszedett későbbi felhasználás céljából. Utána pedig hát tovább írtottuk a szövegmennyiséget gyakorlatilag. Rövidebb lett, illetve belekerültek újabb szövegek is. Nem tudom. Meg a címmel volt egy komolyabb küzdelem. Tehát, hogy ott itt a kötet nagyon fontos pozíciójában, záró pozícióban található a Vademecum című szöveg, és eleinte ezt a munkacímet viselte a kötet, és a szöveget valójában nagyon fontosnak tartjuk, azért is került ugye záró pozícióba, de hát itt azért volt egy kis fájt, hogy mi is legyen a végső cím, de azt hiszem az egy hit térfogatáról az meggyőzte Tamást is, hogy... Ti találtátok ki? Nem, ez Tamás találta ki. Eredetileg Tamás találta ki, aztán változtatni akart, aztán mégsem. Hát, hogy élted ezt meg, te Tamás? Ez úgy volt, hogy az NK kuratórium előtt ez a cím volt. Aztán én megváltoztattam, és amikor volt a FISZ-nek a vajdasági körútja, akkor a különféle médiákban úgy adtak hírt erről a gyűjteményről, hogy Vademecum nevet viseli, és hamarosan napokon belül megjelenik. Ennek a fikciónak magam is bedőltem, és ennek köszönhetően, vagy következtében egyszerre két kötetem is megjelent. Legalább, hogyha majd a filológiai vizsgálódások egyszer elkezdődnek, akkor egy érdekes ambivalens pont, vagy egy érdekes enigmatikus pont, és annak térfogata bontakozhat ki. És utána minden szerkesztő barátaimat, akiknek nagyon sokat köszönt a kötet, és én magam is, mind a FISZ és mind egyéb barátaim amellett érveltek, többek között Mészáros Márton,
hogy az egy híd térfogatáról az kevésbé kockázat kerül, míg a Vademecum a maga középkori műfai hagyományaival, illetve egy fokrémnek a nevével, és egy kortárs verses kötethez promóciós termékként fokrém mintát adni mindig is nagy hívást jelentett. Hogy nem volt szó az előző beszélgetésben, pedig ez egy jó irányító. Hát igyekeztem volna ezt a lehetséges profitot így magamnak birtokon belül hagyni. De igen, egyébként szerintem is ez kockázatosabb. Maga a szerkesztési folyamat, tehát te számodra mennyire volt küzdelmes? Én ezt nem tudom elképzelni, nem írtam soha, hogy milyen lehet így oda tenni az embernek a szövegét valaki más elé, aki aztán elkezd húzogatni benne, meg elkezd beleírgatni, hogy ez mennyire megterhelő egy szerzőnek, vagy neked személy szerint mennyire megterhelő? Kompozíció tekintetében voltak nagyon izgalmas és nagyon fontos javaslatai Balázsnak és Petinek, illetve egy-két vers szelektálásában. Voltak konkrét szöveghelyek természetesen, amikre felhívták a figyelmet, például a színnevek kerülésének régi receptjét, és a színnevek használatának tilalmát jutottak eszembe. Amint az Gottfried Benntől tudjuk. Kanyar, a kigyóból a kanyar, ugye benni gondolattal éljünk. Elsősorban, tehát mind a kompozíció tekintetében, mind szöveghelyek tekintetében voltak biztató változtatások. Így is elég sok növény burjánzik egyébként a szövegekben, amint azt gondolom te is. Egy híd lábát is különféle ártereikben növik. Azt mondták a fiúk, hogy beszélgessünk a klipről, hogy nagyon távoli annak akarok csak utalni a klipre, hogy és itt az árvízzel összefüggésben egy kicsit. Tudom, hogy a Tamásnak az egyik legkedvesebb városa az Passau, ami most éppen el van öntve, illetve most éppen csökken benne már a vízszint, ezt a megmutatásodra mondom. Nekem szóval is az egyik kedvenc városom Passau. És akkor most nyilván egy hosszas elmélés következhetne a víz, és hogy ezt így megkerülném, csak az van a kérdésem, hogy mi az, ami fontos neked ebben a városban, hogy miért fontos ez, ha jól látom, hogy ez neked tényleg miért kitüntetett helyen van a te életedben ez a város. Hát a klip azért, mert megnyugtat, tehát egy ilyen rendkívül önkényes. Rengeteg kontextust mozgat meg, ez egy 96-os felvétel Berlinből, Olimpiai Stadionból, és a Rammstein Zeman című legendás, nagyszerű, zseniális száma, aminek van egy olyan performatív, rendkívül érzéketes, és szerintem azért valamennyire spontán performatív gesztusa, amikor az egyik zenész, azt hiszem, hogy a billentyűs, beveti magát a közönségbe, tulajdonképpen egy habokba, a habokba veti magát, akad egy gumicsona, persze, de a közönség végül viszi maga fölött. És akkor utána többen is csatlakoznak hozzá. És ez a performatív gesztus, ez mindig is érdekelt, és szövegek kapcsán, hogyha mondjuk analógiaként kínálkozik, akkor szintén érdekes lehet. Passau pedig olyan, mint egy ilyen női hajfonat, a három folyó városa, ez így önmagában persze már elégséges kontextus lenne, de az egyik legizgalmasabb dolog szintén a színnevekhez kapcsolódik, hogy a három folyó színe egészen más. Az Inn a gletszerek vizét gyűjti össze, és ezért ilyen ehhez hasonló színű. Van a Duna, a Donau, ami akkora már nagy folyó, és a középhegység, fekete erdő. És van a Vad, tajtékos Ilc, a hegyi folyó, ami egy fellegvár lábánál kanyarodik be. Részben, de másrészt meg a germanizmusok és a részben a grammatikus szerkezetek használta miatt. Életem kiemelt origókantja. Ezt sejtett, hogy erre muszáj vagyok megkérdezni, hogy ezt hogy érted? Tehát, hogy... Úgyhogy mostanában egyre töredékesebbé válik a nyelv bennem. Tehát éppen így az agrammatikus szerkezetek, a határozott névelők, határozatlan névelők használatában is. Azt szerettem volna, vagy reméltem, hogy valami ilyesmit mondasz, mert azon gondolkodtam, hogy vajon a te gondolkodásod, vagy mondjuk a nyelvről való gondolkodásod, a városról való gondolkodásod, a költészeted, az
az lehetséges volna az, hogy ez így összetalálkozik, vagy, vagy azon gondolkodtam, hogy ez mint hogyha mostanában kell, vagy hogy mondjam, és ez összefügg a bevállalósággal is, vagy nem nagyon mert, vagy nem ismerek kortárs költőt, aki mondjuk egy ilyen analógiát megmerne tenni. Hogy úgy gondolkodom a nyelvről, mint hogy egy városról. Igen, érzem én is, hogy zavaros a kérdés, de talán Tamás érti, hogy, hogy van-e valami összefüggés abban, ahogy te mondjuk passzóról gondolkodsz, meg abban, ahogy a nyelvről, hogy van-e valami kapcsolat e között, a kettő között. Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy a költészet egyik egységes megvilágító ereje a képiségben mutatkozik meg, mondjuk így a befogadói tapasztalatként, és ilyen képként, vagy ilyen trópusként létezik akár Passau, vagy akár más városok, mondjuk nálam, vagy az én életemben most egész egyszerűen, akkor mindenképpen lehetséges a megfeleltetés. Most én nem különösebben szeretem a bajor művendékvárosokat. Sokkal inkább mondjuk Berlint, vagy Dresdát. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy Passaut évszázadok alatt rengetegszer elönti a víz, és a vízcsíkok megjelennek az épületeken. Ezt a steril műemlék jelleget, ezt a steril diskurzust, ezt a steril költészeti hagyomány azért alaposan megszennyezik. Nem lehet úgy élni, hogy ne tudjak erről. Nem lehet úgy olvasni, nem lehet, hogy mi ezekről a szakadásokról a történetben. Magyarán, hogy létezik, tehát hogy valamilyen nagyon távoli szinten létezik ez a kapcsolat, vagy nem tudom, hogy fiúk ti vagy már, tehát itt nagyon sokat dolgozik ezzel a szöveggel. Hát ilyen térnyelvi viszonyok persze, hogy ott vannak, tehát hogy még akár azt is lehet mondani, hogy nagyon kurens az, ahogy Tamás hozzányúl a szöveg. Szövegképiségéhez és behozza ezt a térbeliséget. De én azért nem biztos, hogy ennyire direkt analógiákat hoznék az ő költészete, meg nyelvi megközelítése és az általa beemelt városok között. Tehát, hogy ezek azért bármennyire konkrétan nevükön vannak nevezve, azért egy ilyen fiktív tereket képeznek, és tehát, hogy ilyen, hát tele van a Tamásnak a szöveg, ilyen fahovával felmondott baromságokkal is, ami nagyon pozitív értelembe vett baromságokkal, tehát, hogy a ficcionalitás meg a konkrétum az úgy megvan benne keverve, hogy aztán ember legyen a talpán, aki konkrét analógiákat tud majd a végén kikövetkeztetni belőle. Még amit én hozzáfűznék ehhez, olyan értelemben viszont mondjuk azoknak az leendő, remélhetőleg olvasóknak, akik itt ülnek és nem ismerik a kötetet, mégis egyébként egy nagyon jó megközelítési lehetőség, pont a kötet borítóján is egyébként elég jól látható a jelenlévő Oroszlány Péter, akit megköszönök és nem kérnék fényképezést, aki a borítót tervezte, az ő munkája, illetve magában, amit a Tamás Nyitó klipnek választott, ez a hullámzás pontosan ezek között a valóság és fikció, vagy ez a nyelvi kontextusoknak ez az ilyen mindenféle csűrés csavarása mellett, ugyanakkor viszont tényleg úgy lehet közelíteni az egészhez, mint egy ilyen konstrukcióhoz, és ezért találó szerintem a kötetnek a címe is, és a városok, mint konstrukciók, illetve a folyamok, mint konstrukciók, talán ez lehet az, amivel a legkönnyebben be lehet vezetni az olvasót ennek a szövegnek a világába, tehát hogy innen érdemes elkezdeni talán olvasni, de ez persze szubjektív mindenkinek, én ezt gondolnám. Nem hiszek a konstrukcióban, sorokban hiszek, meg vers részletekben, de az már az olvasásnak, meg az összeillesztésnek is a kiküszöbölhetetlen sajátja, hogy felépül valami, hogy lineárisan előre haladunk az olvasásban, és jó, hogyha egy olyan világ épül fel, amit említettetek, tehát hogy nem egy bizonyos fajta antropocentrika felől teljesen feltölthető, hanem egy
egy ilyen, igen, részben kontextus keverő, de nyelvi világ, amiben az agrammatizmus és egyéb dolgoknak is szerepel. Azt mondja, hogy itt sokakat már úgyis elvesztettünk ezzel a nem. Ezért próbáltam úgy visszakeveredni arra, hogy mitől olvasható. Egyébként olvasható, tök jó verse. Legyen most már, hogy olyan túl sokat tudok rontani a helyzetet. Még annyit mondok, hogy a kötet kedvezményesen ezért forintért kapható lesz, és dedikálni fog csak, hogy akkor a valóság irányába is visszakerül. És ez is egy picit ilyen zsagya kérdés tulajdonképpen, hogy ugye azt mondtad, hogy vannak olyan költészet koncepciók, amik a képviségfelelődnek. Nyilván tudjuk, hogy vannak olyanok, amik meg valahogy a normi szegés felől, és mondjuk a korvonal, vagy nem tudom, és akkor azon gondolkodtam, hogy vajon a te szövegeid, azok a te normál nyelvedhez képest mennyire norma szegő. És akkor annak kapcsán gondolkodtam ezen, hogy tudom, hogy nagy utazó vagy, és volt szerencsénk együtt is utazni, és ezeket az utazási élményeidet, ahogy te elmondod, azok komplexitásukban simán elmesélek, beszélgetünk egy kávézóban, vagy beszél itt a Tamás most nektek, hogy ezek a megnyilatkozásaid, ezek a nyelvi megnyilatkozásaid, ezek komplexitásukban nem sokkal maradnak el bizonyul, hogy már VR-szerű, komplexen gondolkodsz, hogy van ez, vagy ezt jól látom, vagy ez túlzás. Ezért van sok barát. Egymást erősíti ez a kettő, hogy egymást gyengíti kölcsönösen. Most, hogy volt szerencsém néhány interjú lehetőségre kötet kapcsán, és igyekeztem nem alibi válaszokat adni, hanem egy icipicit csak a felszín karcolva belemenni dolgokba. És akkor azt vettem észre, hogy ez egy egészen más retorikát, hogy retorikákat, nyelvhasználatokat követel, mondjuk egy ilyen írásbeli válasz egy kérdésre, egy irányított kérdésre például. Mégis egy idő után, ahogy a nyelv beránt van ebbe az örvényésbe, létrehozott engem, vagy létrehozott valamit, nem feltétlenül egy per egyet, úgy azoknak a részben élményeknek, részben már ismerős nyelvi dolgoknak a tovább gondolását hozták ki. Sokkal jobban szeretek most így beszélni, mint versben. Vagy a versírás során az utóbbi időben rengeteg ilyen preparátumból úgymond dolgoztam. Állítottam össze, hogy találtam ki sorokat, és akkor... És az elmúlt két hétben meg volt két olyan erős néhány perc, fürdés közben és a többi, amikor, mint régen ez a... Így struktúrájában, szerkezetében, szintaktikájában a megelőző versekhez, tehát az ilyen töredékes dologhoz hasonló, ember ott helyben adhok kijövő valami dolog, az egyik éppen egy ilyen árvíz helyzet, de nem akarok referencializálni. Kádban ülve megélni az árvizet, az olyan, mint térkép a kalitkához, ha elmegyünk madarat keresni. Most az van, hogyha ezt leírjuk és elküldjük a... nem tudom kinek, akkor így kiadják a prózavers. És nem a legrosszabb prózavers lesz ott, hanem az egyik legjobb. Akkor inkább most már olvasson is. Olvasson, csak még... Olvasson egy verset. Egy verset olvasok fel. Olvasson két verset. Nem egyet. Egyet, de három részes. Felolvasom azt, amit te már sokszor hallottál. A hosszú napszak. A hosszú napszak végén rövid bonyodalom. Valaki tévedett. Eddig a pontig számtalan élvonal vezet, de az arc egyre kimerítőbbé váló izzadás. A kupolaterem korlátjai mentén halad a hallássáv szívében. Kinn a dombvonal pengevékony konvoja talán egy titokzatos zárlat. Skander fegyelem és figyelem között, aki nézi, s mivel enyhén leng, csak a közege fontos. Mi önmagunkban, mint üres esőben ázunk. Szándékunk ennyi, táj hagymakupolákkal. Keskeny dokumentarista, mint egy könyvtáros, gömbölyű írás tudatlan fényben a város, melyen elfut át. Er nem az éj, aki fut a környező vasfutek telkén a vízig. A tó következetes fék, mire ideér három teljes évig izzik,
és mint sikló az éles fűben kúszik egy viadukt. Er nem az éj, aki fut. Er teremszerű tompa félelem, amiben van valami türelem és örök zöld. Nyugodt, mint egy vidéki könyvüzlet polcai közt lebegő vadidegen szó. Nyugtalan, mint némely kapudzsin. Ekkor érkezik te, aki nem visel koronát. Aki korábban végignézte, akit korábban hallgatott, nincsen jelen itt. De arca mozgó fogolytábor valahol asztalszomszédja szemében. Gyanú és bilincs, nehéz csapadék koppan a zárda feneketlen ablakán. Akiért nincs mikor, szünet nélkül pulzál a pontnyi kerekasztalnál belül. Gerinctelen, terepszínű lepkék, felületeket ütve rajtunk nyizsögnek, pedig alig száradt lapockáink csattognak csak. Nyelvünk lepereg előttünk, mint egy intro a Square fényreklámján. És elbírja a főbűnt a szó lágy arrogáns pereme, a technikás sorvég. Tehát ez volt a klip. Zavarban vagyok, hogy igen, merre vigyük tovább a beszélgetést, és mondjuk ez egy például egy jó irány. Mert egyrészt én nagyon igazolva látom azt, hogy a te költészeted az furcsa módon mégiscsak valamiféle tabu döntögetés, és olyan tabukat mersz átlépni, amiket mondjuk Gottfried Benno, ha már őt emlegettük, például a hasonlatra vonatkozó tanult, hogy ez mennyire tudatos benned, akarod ezt csinálni, vagy egyszerűen visz téged ez a dolog, és követted annak a logikáját, és abszolút nem érnek el, hogy most lehet-e színeket, vagy hasonlatokat, vagy nem tudom, miket írni a versbe. Hát nem akarom, persze, hogy nem akarom, de jön és elcsábulok. De nem csak én, mert ez inkább úgy látom, hogy inkább nemzedéki sajátosságunk. Ennek a visszatérése, a revidálása, ennek a költészeti... Nem is tudom, ugye megint a nyelvnek a gátjaiba ütközünk. Azt akartam mondani, hogy költészeti eszköz, miközben tudom, hogy aki eszköz jellegű nyelvszemlettel bír, ez nem túl jó. Finoman szólva. Főleg, hogy a költészet, akkor meg egyáltalán nem. Elcsábulok. De az már nem elcsábulás például, hogy egy címbe bemered emelni azt, hogy hit, szóval nem, hogyha egy őszinték vagyunk, akkor minden szerkesztőnek az első dolga az lenne, hogy például a Kollár Árpinak az első kötetének azért lett az a cím, hogy például a madzak, minden a hír legyen. Azt mondta, hogy egy vajdasági szerző, és azt mondta, hogy elege van abból, hogy mindig arról beszélnek, hogy híd az anyaország és ezek között, és akkor mondta, hogy mi legyen, és akkor mondta, hogy például a madzak, ez volt a kötetnek a címe, azért, hogy ne kell leírni azt, hogy híd. De nem sokat, vagy jó, pont ezen gondolkodtál, de a vademekum az nem. Szóval ez, és tényleg jól mondod, hogy ez a sokkal bevállalósabb dolog. Híd. Uh-huh. Itt a címnek talán a második eleme az, ami például a nem feltétlenül csak kortárs irodalmat olvasó barátaim megütköztek rajta. És a híd az pedig olyan természetesnek, olyan poétikusnak tűnik, és ez a mondjuk az, hogy irodalomban illőség, ez bizonyos értelemben el is fedheti ennek a fogalomnak a rendkívüli, éppen politikai terheltségét, vagy túlterheltségét. És inkább a térfogatáról az, ami nem is hétköznapi nyelv használ teljes mértékben, főleg, hogy egy ilyen ragozott, nem tudom milyen formában van, nem egy hittérfogat, hanem egy hittérfogatáról. De ez meg éppen, hogy a valamiről való beszédnek a lehetőségét is kínálja. Tehát, hogyha mint itt valóban mondjuk egy híd felépüléséről lenne szó. Persze, az csak örömteli, hogyha egy-egy ilyen fogalom vissza kerülhet egy picit a költészet köznyelvébe, de hát elég csak Pucorelli Endre mesternek az angyal szót említeni, amit még ő vitt vissza a posztmodern költészetbe. Tehát, hogy ilyen fogalmaknak, amelyek akár túlterheltnek is tűnhetnek, de ugyanakkor ez a leterheltség elfedi ezt a túlterheltséget, vagy az irodalomba illőség képzetét veti fel, és ezért nem használjuk őket, mondjuk egy versíró praxisban. De hogyha van egy ilyen huszáros vágás, amit
rendkívüli módon csinált meg Kovács András Ferenc, vagy Kukorelli Endre, vagy Borbé Szilárd, például a lélek, szóval, akkor az izgalmas lehet mások számára is. Ez a Híd esetében természetesen nem sikerült, tehát ez inkább egy ilyen kudarc történet. Az a Szirek Péternek az egyik ilyen megjegyzése, hogy vigyázzatok, mert most olyan humor jön, amikor papam ezt csinál. Tehát egy papofával előadás. Miközben ugye itt az irónia elvileg. Persze az megint csak olyan alakzat, ami nem működhet elvileg. Amit én abszolút nem érdekelek ebben a kötetben, megmondom eszintén, és lehet, hogy nem jól olvastam, és egy picit ilyen értelemben ez furcsa is. Tehát, hogy még azt hiszem, hogy a Kovács András Ferencnél látszik, hogy noha ott tényleg ezek olyan szövegek, ahol ezeknek igazán van tétje, de ő sem tudja mindig megúszni azt, hogy valahogy kinek a csincsorránk, vagy nem tudom, amit mondjuk, nem tudom, én partner, hogy Lajos így nagyon csúnyán csinál, vagy nagyon szerintem nem szépen csinál, azt a Kovács András Ferenc meg tudja csinálni, úgyhogy, de ott is már itt én ebben a szövegben én ennek nyomát nem találom. Pedig van nyoma, szerintem. Igen? Egyébként. Tényleg? Tehát, hogy szerintem, de hát ez persze az, hogy van, tehát, hogy több rétege van ezeknek, most nem tudom, most nem fogok itt kikereskedni dolgokat, de pedig most úgy nyúltam hozzá, hogy na, akkor most. De hogy pont azért, mert hogy ilyen több rétegű, meg ilyen több fenekű, vagy nem dupla fenekű, csak hogy ezt nem tudom, hogy kell mondani akkor, ez az egész szövegvilág, ezért szerintem benne lebeg valamilyen módon az irónia is, tehát szerintem lehet úgy olvasni akár egyébként ebben a most felolvasott versben is, az er nem azért, aki fut, meg ilyen kiszólások, amik... De csak ezt most azért mondom, mert most olvasta fel a Tamás, de hogy szerintem ez jelen van azért így ebben a beszédmódban, de nem ez van előtérben. Hát szerintem megvan simán benne az, hogy tehát, hogy így bebódít a szöveg ezekkel a elképesztő képű rendszerekkel, és közben néha azon kapom magam, hogy már teljesen másról beszél, mint amit én próbálok megfejteni a képi síkon. Tehát, hogy azért hülyére tud venni ilyen módon, még hogyha ez nem is feltétlenül irónia, amit itt használ, hanem egy ilyen mellébeszélés, vagy egy ilyen... Jó. Nem győztetek meg. Nem győztük meg, jó. De sokkal, persze, de értem, hogy mondani akarsz, csak hogy én csak azt mondom, hogy benne. Hát, hogy nem ilyen partnerosan, nem egy ilyen partnerosan. Persze. Nem egy ilyen Jó, egy picit ilyen hétköznapi kérdés az, hogy mennyire hat, ugye Tamás, ugye benne két van ismeri, hogy nem csak kiváló költő, hanem kiváló irodalmár is. Nagyon, én amúgy így ismertem meg őt, hogy egy egészen kiváló TDK-ból volt, tehát ha volt szerencsém hallani. És hogy az a kérdésem, hogy mennyire hat ez a te szövegvilágodra, vagy mennyire tudod ezt szétválasztani? Kell egyáltalán, hogy szétválaszt? Ugye ismerünk olyan szerzőket, ahol azt érzi az ember, hogy túl teoretikus, vagy látom azt a, mindig fölismerni vélem azt a teoretikus elgondolást, amit ott nem akar valósítani, és általában az elemzések is erről szólnak, hogy ezt megpróbálják visszafejteni, hogy ez te nálad hogy van, vagy ez előny, vagy hátrány a te esetedben. Hát életformaként nem hátrány, és az mindig is úgy volt, hogy... Szóval szerintem nem jó, jó lehet, de nem biztos, hogy mindig jó, hogyha van a szép író, aki szépet ír, vagy nem szépet, és mással nem foglalkozik. De Móricznak olvastam egy olyan levelét, amit egy ilyen fiatal népi szerző védelmében írt, hogy ő maradjon meg tulajdonképpen a puszták fiának, ne olvasson szép irodalmi szövegeket, ne olvasson nyugati irodalmat, teoretikus szövegeket, filozófiát meg főként, mert akkor elveszti azt a természetes báját, ami mondjuk így eredendően adott. Tehát azt a tüskés szépségét, vagy azt a szaggatott szépségét. De ugyanakkor meg maga a Móricz is, ugye, csak a levelezésére gondolunk, elképesztő
műveltséggel, meg véleményekkel bírt, meg komoly szerkesztő is volt. Szerintem ezek nem nagyon elválasztható dolgok, de az aklimatizáció az rendkívüli energiákat követel nálam, hogyha például mondjuk egy tanulmányt szeretnék írni, ha írtam egyáltalán valaha tanulmányt. Korábban azt mondtam volna, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon kompromittált fogalommal éljek, és ennek a kompromittáltságát én magam igen-igen kívánatosnak tartom, tehát hogy organikus, nem organikus egységként képzelem el a kétféle praxis, tehát az értelmezőit és a szépírói, viszont egymás nélkül nem is létezhetnek annyira, mert az elméleti problémák is érdekelnek, vagy mások szövegeinek a vizslatása. De hogyha tanulmányt szeretnék írni, akkor az teljes elszigeteltséget, teljes koncentrációt igényel a nyelvnek egy ilyen szépséges, nem is megerőszakolása, de megfenyítését. Ne legyen poétikus, amikor beszélek. Ne legyen elméleti, amikor írok verset. Direkte, hogy ne azok a problémák köszönjenek vissza direktben. De valójában mégiscsak valami hasonló gondolkodás. Ne városlírát írjak direktben, mert egyáltalán nem érdekel. Aha. És kifejezetten utálom a városverseket. Na de valami mégiscsak valami hasonló érdeklődést vezeti a két dolgot, nem? Tehát mégiscsak a nyelvi működésnek valamit ér megértése. Igen. Én ezen annyit fűzünk hozzá, nem, mert én meg jó pár évvel ezelőtt ismerem még Tamást, és figyelemmel követtem egyébként jó pár évvel ezelőttről is a költészeti munkásságát, és én azt látom egyébként, hogy ez a kötet, ez már egy olyan munkának tehát hogy pont egy fordított munkának, tehát a Tamás előbb volt ebben az irodalom elméleti kvázi szakzsargomban, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt otthon, mint abban, hogy hogyan kell ettől megszabadulva verset írni. Tehát ez a kötet, ez egy olyan munkának az eredmény, ami pont azt attól tudja magát legalább szövegszinten függetleníteni. Nem tudom, hogy ezzel egyet tesz-e. Tehát, hogy megvilágítsam egy ilyen képlen dologgal, hogy nekem 16 éves koromtól publikálok fontos és kevésbé fontos lapokban, és nyilván ez a szépírói dolog volt meg adottságként. De ebben nem akarok bemenni, miért. És utána elkezdtem irodalom elméletet tanulni mesterektől, mint fülszöveget jegyző Ásza volt csak ilyen. Akiről most tudnék beszélni hosszan, de nem teszem, majd videó üzenet formájában feltűnik egy Rammstein klipben. És utána valóban komoly munka volt az, hogy ezekről a dolgokról elfelejtkezzek. De meg volt a szándék, hogy ne azok az irodalom elméleti kérdések érdekeljenek, a versszöveg ne valamiféle illusztráció legyen, és ilyenek. De ez komoly lemondásnak, komoly szenvedést jelentett abban az értelemben, hogy olyan problémákat kellett találni, úgy kellett a nyelvnek benned létesülni, ez nyilván nem akaratlagos, hanem egyszerűen úgy alakult. Rengeteg úgy alakult, ahogy alakult. Abban, hogy mondjuk ez így, ebben a formában megjelenjen. De itt megint csak azok az összefonódások, az a hajfonatszerűség, de hogy mégsem a hajfonat, hanem egy ilyen borzolat, egy pici ziláltal. Tehát az eloldó, szétoldódás előtt. Amikor a hajfonatot mondod, mindig a Pucsi szabad, mert a Metapoetika című zseniális könyvének a borítója jut az eszembe. És ott is a hajszínben van egy ilyen, nem is árnyalatnyi, hanem rendkívüli különbség. A hajszák színe, a tónusok színe. Azt nem mondom, hogy hogy lett ezeket. Vették egy ilyen adatbázisba, és láttam másik könyvén is. Na jó, ezt majd nem. Igen. Ami viszont egy fontos kérdés van nekem, és ez minden költészettel kapcsolatban számomra fontos kérdés, hogy ezek mennyire hangzó szövegek, illetve mennyire olvasható
szövegek, amikor, és ez egy ilyen személyes vallomás is, amikor engem így jár volt a Tamásnak a költészete, az két felolvasás volt. Tehát, hogy nagyon, nagyon szuggesszív, ahogy ezt a felolvasod, és ezek úgy tűnik, mintha nagyon hangzó szövegek volnának tulajdonképpen, hogy szembesültetek ezzel a szerkesztés során, vagy ez bennünk van, ez nem a szerkesztés során. Nem tudom, én nagyon szeretem egyébként azt, hogy a Tamás felolvassa ezeket a szövegeket. Nekem az és egészen más hangsúlyokat tud neki adni. Tehát én azt gondolom, hogy olvasva is egy élmény, ezért is hát vegyétek meg hallgassátok majd minden üzeneteiben a vers felolvasásokat, de egyébként benne van ez a ritmus, és hát nagyon komoly forma érzék, meg ez az egész háttértudás, ez azért a Tamásban benne van, és használja is, és jól is használja. Amikor felolvasja, szerintem mindig valamiféle új jelentést tud adni neki, mint az, hogy amikor újra is elolvasom, az is ad neki valamiféle egész más jelentést. Tehát, hogy itt van egy ilyen egyébként a mai fiatal költőknél ritkán jelentkező jó előadói készség is, ami benne van a Tamásban. Nekem ez benne. Tehát, hogy ez a kettő, ez így külön is működik. Miközben ezek ugye hagyományosan azért nem mondhatok formulásnak, mert semmi sem. De ott viszont a szövegben folyamatosan feltűnnek az elemákon. Nem tudom, hogy működik, csak van. Valahogy. Hogy miért éppen így, hogy miért nem másként, az egy nehezen megválaszolható kérdés. Azt mondja Balázs, hogy zenéljünk, de én még azt szeretném kérdezni, vagy szerintem még olvasod. Persze. Én csak zárásként meg megkérdezem tőle, hogy miért választott azt, ami majd jön, mert még a végére is választom. Oké. Okay. Viszont azt szeretném, hogy mindenkinek mondani, hogyha bármilyen kérdés felmerül bárkiben, akkor ez ne habozzon, és tegye föl. És én tudom, hogy legalább egy perc fog kell ilyenkor lenni, bármilyen kínos is, az egy perc. Én egy vers részletet szeretnék felolvasni. Hát a kérdés. Ez nem akar, nem akarod egy kérdés? Ja, most van a kérdés, pardon, elnézést. Addig én nem hiszem a szöveget, hogy jó legyen az előadás. Ebből az egyperces néma csöndben még a kivégző szöveget. Rövid főhajtásra, tisztelt. Egy jó hosszú versnek egy rövid szakaszát olvasnám fel. A versnek az a cím, hogy a Völgyerdő kerület. És ez a negyedik rész. Az útnak utonálló hajlamai vannak. Paplaknyi bűntudata a völgynek. Ez oly tisztán félreérthető, mint egy kitett pont a hangsúly vakmerő vékony fájtla alatt. Még nem értünk véget, de készfogásunkon, mint szeizmográfon leolvasható a viszony. Séta ellentétes irányban a kicsi nyádehi dupla ívén. A légzés ritmikája körbejár a vércseformájú parton. Aki lélegzik, ingerlékeny az érintettség miatt. Ingerlékeny, mint egy kelet-európai óvodán megülő örökös oroszos este. Nem született kérdés, akkor zenéljünk, és a... De még te meg akarod kérdezni, hogy miért? Nem akartam, mert hogy ezeket elküldte nekem előre a Tamás ezt a kérdést. Illetve először csak egyet, aztán mondtam, hogy legyen keretbe, és ez engem érdekel igazából, ezért akarom meg. Hogy miért a második, tehát hogy a saját elképzelésedre vagyok kíváncsi ezzel kapcsolatban. Az egy Kurták György, tehát a Rammsteinhoz képest némileg váltás, de nem akkora. A válasz nagyon tömör és rövid, ezért mert jó, mert bevon és elcsábulok neki, és ezért, mert ha okosan hallgassuk, akkor átalakítja a légzést, megváltoztatja a légzést. És ez egy jó lecsengés lehet. Aki érintett a légzés fiat. Köszönjük szépen. Akkor úgy legyen, hogy így a zenével legyen végig. És akkor nem is köszönünk el, csak most, és akkor...
Annyit mondanék, hogy én nem nagyon szoktam a saját könyveinket dicsérni, de azt gondolom, hogy ez a 83. könyvét van most, igen, és ez annak az egyik nagyon fontos kötete, és aki meg akarja venni ennek a könyvétnek az egyik nagyon fontos kötetét, az jelentős kedvezménnyel most ezt megteheti. 1000 forintért. És köszönjük szépen. És meglepetés dedikálás is van. Valami tip kapható tőlük kedvezményesen. Azt mondjuk mondtuk. Ezért mondom én. Csak hát, ha közös. 1000 forint. Marciak, azt mondom, tiéd beírok először, jó? Köszönöm szépen. Eddig álltad már ezt a kutat? Mondd meg valamit, amire tapsolni lehet. Tapsolni lehet. Én pedig szeretném megköszönni, hogy ilyen késői időpontban egy vidéki, déli bábosra a földről érkezett ember számára késői időpontban is ilyen sokan megjelentek, és megtisztelték ezt a diplomatikus beszélgetést, amit egy zajszennyezés és azonnal még feszesebbé tesz. Dedikáltad ezt a kötetet? Így már egy második. Jó, de harmadik, mert még ilyenek is. Ilyenek is? Igen. Fényt lekapcsolni. Ez nem olyan fontos, úgyhogy... Szép a Köszönöm, hogy van.
tudnak feltölteni.